Sziasztok! Én Zoli vagyok, és itt van velem a kisfiam Simon is, ez pedig a Zöld Pokol. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Hogy mi ez? Hát reméljük, hogy egy nagyon látogatott és nagyon frankó autós csatorna, ahol rengeteg sportautót, szupersportautót és talán néhány versenyautót is bemutatok majd nektek. A névválasztás pedig két okra vezethető vissza, a bevezető videóban biztos láthattátok már, hogy rákos palotán zöld színűek a panelok, és pokolian kemény bennük az élet, valamint az autókkal rendre a Nürburgring Nordschleife-n fogok menni egy-egy kört, ami Jackie Stewart óta a Zöld Pokol nevet viseli magán. A GT Sport PlayStation 4 játék segítségével fogom megtenni a köröket, ismerkedjünk meg együtt az autógyártás történetének talán legjobb sportautóival, és ezzel az igazán legendás, nagy múltra visszatekintő pályával. Tartsatok velem! Hát akkor nézzük is az első autónkat ebben a sorozatban, a Honda Integra Type R. Tadám! Nagyszerű autó, az egyik kedvencem, 4 hengeres, szívó benzin, japán, mi baj történhetne? Nézzük az autó adatait, 198 lóerőt tud gyárilag, ez a DC2-es japán széria, 1080 kiló párosul ehhez, szerintem tök jó ez a súly-lóerő arány. Ormotor, kázású keresztben is fronthajtás, ez nem ígért jót annak idején, de aztán elég jó lett belőle az a végeredmény, amit kihoztak a Hondánál. És 1998-as a év, amikor ez a DC2-es kijött, vagy talán 97-ben jött ki a DC2, de ez a konkrét példány itt, ez egy 98-as változat. A traction control-t kikapcsoltam, ahogy látszott már korábban is, kézi váltóval megyek természetesen. A játék segítségei közül pedig csak a cone markert használom, ami annyit jelent, hogy egy-egy bóját helyez el a játék minden kanyar elvárt érintési pontjára, amit elvileg metszenem kellene ahhoz, hogy az ideális íven tudjak haladni. A versenybeállításokban pedig mindent a legszigorúbbra tettem. Ez annyit jelent nagyjából, hogy ha csak érintem is egy picit mondjuk a szalagkorlátot, akkor érvénytelen lesz az időm, ha levágok kanyart, akkor büntetésből valamennyi idővel lassabban kell mennem, mondjuk egy fél másodpercig vagy egy másodpercig, illetve valamilyen sebességnél lassabban kell mennem, hogy azt levonja a gép a majd kialakuló köridőmből, stb. Tehát megpróbálok minél szigorúbban megfelelni az elvárásoknak. Mielőtt még elindulnánk a valódi mért körre, mindjárt egy picit megállunk az autóval, hogy egy kicsit körbenézzünk a beltérben. 90-es évek, japán feeling, mindenhol szürke műanyag, azért a nagyon jó kis rekáró sportülések megvannak az autóban, így néz ki a hátulja, kicsit bénán lehet használni a kontrollert, ja igen, azt nem mondtam, hogy kontrollerrel játszom, kiváló játék ez a GT Sport, de mégis csak nem egy teljesen profi szimulátor, habár nagyon sok funkciója afelé tendál. Nekem itthon nincs kormánypedálszettem, de kontrollerrel is úgy gondolom, hogy az élmény az visszaadható. Még egy kicsit szórakozok itt az indexel, meg az elakadási jelzővel, de aztán rögtön el is indulunk a Type R-rel a mért kör kezdete felé. És akkor beszéljünk az autóról. De előbb hallgassuk ezt a gyönyörű hangot. Úristen, nagyon tudja ezt a magas fordulatú szívó benzinhangot. Ugye a Hondák, tulajdonképpen mondhatjuk egyébként, hogy ettől az Integra Type R-től nagy részben már tudták a V-teket, illetve ebben a B18-as motorcsaládban jelent meg először a V-tek, a változó elektronikus szelepvezérlés a Hondánál. Ez ugye annyit takar nagyjából, hogy egy bizonyos fordulatszám fölött. Itt azt hiszem a DC2-esnél talán 6000, nem is tudom hánynál kezdődik a vétek, itt van. Igen, a 98-as változatnál 6000-es, pont 6000-es fordulatszámnál vált a szelepvezérlés. Nézzétek a fordulatszámmérőt, és halljátok a hangot. Gyönyörű.
Tehát azon a fordulaton, ahol nagyon sok, nem csak hétköznapi, hanem sportautó is elkezd már erőt veszteni, fulladni 6000 fölött, ott kezd el élni ez a motor. Egyébként tök vicces, hogy ugye alul, főleg 4000 alatt, teljesen sima 1.8 benzin szívó, nagypapi, nagymami belül elmegy a mit tudom én milyen boltba, és megveszi a finom kis kenyeret tejet hétvégére. Egy az egybe lehet így használni, azonban, hogyha odalépünk neki, akkor látjuk mi a végeredmény. A végeredmény az, hogy a svéden Grojcba vissza kell váltanunk egyet, és nyomni kell egy csapuféket egy pillanatra, hogy aztán ezt a kis balost kellemesebben be tudjuk venni. Az Integrával annak idején egyébként, a 80-as évek elején az volt a terve a Hondának, hogy a Civicnek, vagy Civic mellé csinál egy olyan alternatívát, ami ugyanolyan hétköznapi módon használható, mint a Civic, de magasabb luxus és teljesítmény szintet tud. Hát azért a luxus szó kiejtése a 80-as évek elején a japán gyártóknál kicsit azért megmosolyogtató szerintem, de az tény, hogy annak idején megjelent Integrába, már az alapfelszereltség is magasabb volt, mint a korabeli Civicekben, illetve jóval több extrát lehetett férni az Integrákba. Az Integra elkezdett gyártódni, elkezdett futni, egész jó példányszámokat élt meg, és a harmadik generáció előtt úgy gondolták a Hondánál, hogy miért mi csináljunk belőle egy magasabb teljesítményű sportautót, ami szintén ugyanúgy használható a hétköznapokban, mint a korábbi Integrák. Viszont, hogyha a tulajdonosnak ahhoz van kedve, akkor elviszi egy pályanapra, tesz bele 98-as vagy 100-as benzint, megnézi természetesen, hogy milyen állapotban vannak a féktárcsák meg a fékbetétek, és aztán lerek vele jót kellemesen, biztonságosan, hiszen vezethető marad az autó. Nem csak egyébként az első kerekessége miatt, majd erről is mindjárt beszélek, hanem azért is, mert olyan kiválóan van megépítve. Na hát az elképzeléseket tett követte, és a B motorcsaládból ezt a 18-ast választották ki arra, hogy aztán B18C legyen belőle. Növelték a kompressziót, növelték az elérhető fordulatszámot, és többek között annyira aprólékosan figyeltek a motor megépítésére, hogy a szívó részeket, különös tekintettel a szívó szelepeknek a helyére kézzel alakították ki és kézzel polírozták, egy-egy munkás, illetve például a hajtókaroknak a rögzítő csavarjait nem csak a nyomatékkulccsal húzták meg, hanem 10.000 milliméter pontosságot mutatni képes mikrométert is oda csatlakoztattak a csavar meghúzásának a helyéhez, és azon is ellenőrizték, hogy minden 10.000 milliméterre pontosan történjen a motor összeszerelésénél. Hát az eredményt halljuk szerintem. Egyébként nagyon tartós motor lett. Az autót tesztelték például az Edmunds Inside Line egy 12 éves teljesen gyári Type R tesztelt, és a gyári gyorsulásából a 0-60 mérföldig, vagyis 97 km per óráig tartó gyorsulásából még 6,8 másodpercet tudott. A gyári 0-100-a ennek az autónak egyébként 6,2 volt, ha jól emlékszem, vagy nem, bocsánat, a gyári 0-100-a az 6,7 volt, tehát a gyári autó, a 12 éves gyári autó 12 év használat után még mindig tudta a 0-97-re a 6,8 másodpercet, de a Motortrend is tesztelt ugyanilyen autót, ott meg volt például a 0-60 mérföldre a 6,2 másodperc. Szóval hihetetlenül tartósak ezek a motorok a mai napig. Nem véletlen, hogy egy-egy ilyen Integra, ha jó állapotú, a újkori szalonbeli árának a kétszeresét is érheti. Azért az szerintem elég eredet. De nem csak a motort tuningolták föl a gyárban, hanem például nem csak előre, hanem hátra is tettek toronymerevítőket, fölülre is, és a karosszéria alsó részére is. Aztán ilyen apróságokkal próbáltak meg fokozni az élményt és könnyíteni az autót, hogy a szélvédő vékonyabb anyagból készült. Kivettek egy csomó hangszigetelést, ami nem is baj, mert aki ilyen autót vesz, szerintem az
ezt szeretné hallani. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alaposan kidolgozták ezt a tervet, és egy hihetetlen jó hétköznapokban is nagyon jól működő, és a versenypályán is rendkívül kezes autó lett belőle, és a legfontosabbat persze majdnem elfelejtettem, most, amikor már a Eschbachtól a Brünnchen felé haladunk, szóval a legfontosabb, ami ugye kiváló pályautóvá is teszi ezt a gépjárművet, az, hogy van benne sperdifikárilag. Nem hiszem, hogy ezt ragoznom kéne, hogy ez pontosan mit is jelent. A kanyarokból való kihajtáskor nincs elúszókerék, nincs megállókerék, egyszerűen csak tapadnak a külső és a belső kereket is, és egyszerűen mindenhonnan ki lehet húzni az autót, természetesen az észszerű határokon belül bármilyen sebesség. Azért tartok ilyen hatásszüneteket, mert nem tudom megúrni ezt a hangot, egyszerűen gyönyörű, és úgy gondolom, hogy a körítés is gyönyörű, azért választottam a Nordschleife-t ehhez a videósorozathoz, vagy ehhez a videócsatornához, mert nem csak egy trükkös és egy nagyon nehéz és nagyon érdekes pálya, aminek a történelme is majd megér néhány plusz mondott a következő részekben, illetve majd egy külön részt is fogok erről csinálni. De szóval nem csak a történelme miatt és a trükkössége miatt választottam ezt a pályát, hanem azért, mert gyönyörű környezetben helyezkedik el. Nürburg vára van a pálya között, illetve a pálya halad ugye Nürburg vára körül. Kölntől nem messze helyezkedik el ez a terület, ez nyugat-délnyugat Németország. És hát egyszerűen nem lehet betelni ezzel a szívó sornék hanggal. És ahogy ugye említettem az elején is a videónak, hogy keresztben van elől ez a sornékes motor, és fronthajtásos, úgy gondolom, hogy a klasszikus autóépítési trendekhez képest, tehát a frontmotor hátsó kerékhajtás, középmotor hátsó kerékhajtás, ami ugye az igazi versenyautókat jellemezte mindig is, és ugye általában hosszított behelyezésben vannak ezek a motorok, tehát hosszanti elhelyezkedésben, itt ugye keresztmotorról beszélünk, és minden rossz predesztináció ellenére is egy nagyon kiváló autó lett ebből a Tiberből. Az utolsó milliméter, vagy ahogy ugye említettem, az utolsó 10.000 milliméterig kellett faragni, de úgy gondolom, hogy az eredmény önmagáért beszél, vagy zenél. Az esetleges vezetési hibákért elnézést kérek, teljesen hétköznapi autós vagyok, imádok autót vezetni, élesebb kanyar előtt visszaváltáskor adok azért gázfröccsöt a kinyomott kuplung alatt, de csak a saját örömre csinálom mindezt. Vége is a körünknek. Mennyi is lett? 9.12.964. 9.12.964, hát mondjuk a 6.25.91-től nagyon messze vagyok, amit Stefan Belloff ért el egy Porsche 956-ossal, egy 83-os versenyen, ez mai napig minden idők leggyorsabb körön versenyen elért köridője itt a Nordschleife-n. De majd még edzek a többi autóval, amit a következő részekben meg fogtok látni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! We'll be right back.